Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Lentulai Krisztiánnal. Köszöntöm a Hír Televízió nézőit és a Hír FM rádió hallgatóit, Lentulai Krisztián vagyok, elindítjuk a hetet szintén egy paláverrel, ahogy megszokhatták, hiszen a hét minden napján van paláver, a hétfő az általában rám szokott esni, és természetesen számítunk az önök interaktivitására, mutatjuk, hogy mik az elérhetőségek, illetve mondom is, akik rádión keresztül hallgatnak minket. Telefonon a 061-799-2999-es számon érhetnek el minket, a 0670-7953-as számon SMS-t küldhetnek, és a Lentulai Krisztián beszél Facebookos profil komment mezője is rendelkezésre áll az utolsó feltöltött fénykép és poszt alatt. Van egy nap kérdése, ezt ismertetem önökkel. A baloldali 100 szó rendezvény meggyőzte önt az ellenzék kormányzó képességéről? 3%-uk voksolt eddig igennel, 97%-uk nemmel, ezt egy másik SMS számon folytathatják ezt a szavazást, egy igent, avagy egy nemet kérünk, ez pedig a 0630-3444-690. Most pedig jöjjenek azok a témák, amit én állítottam össze önöknek. Kubatov Gáborral egy rendkívül hosszú interjút készített az Index, ha jól emlékszem, 2 újságíró kellett hozzá, olyan hosszú volt ez az interjú. Természetesen szóba jött a Fradi, természetesen szóba jött a Fidesz, hiszen Kubatov Gábor nem csak a Fradi elnöke, hanem a Fidesz alelnöke és pártigazgatója is. Természetesen szóba jöttek az önkormányzati választások, és ebből a hosszú interjúból én csak egy kicsi részt hoztam ide önöknek, időhiányában, meg terjedelem hiányában. Ez pedig az, és az idézet a következő, látok rá esélyt, mondja Kubatov Gábor, hogy újra mi adjunk főpolgármestert, legalább 8 olyan embert tudok, aki megfelelő kihívó lenne Karácsony Gergely ellen. Aztán itt van a nagy sofőr biznisz, erről egy picit részletesebben is fogok mindjárt beszélni, Márki-Zay Péter korrupciós botrányba keveredett. A harmadik pedig, ez se jött be, 316 főnél állt meg a 444.hu távozó tanár számlálója. Aki emlékszik rá, a tanártüntetések idején, amikor elkezdődött a hatalmas nagy hergelés a kormányzattal szemben, és ez a hergelés egyébként nem várt dolgokat is hozott, például elkezdődött egyfajta szembenállás a társadalom és a pedagógusok között is, ami szerintem nem jó dolog. Minden esetre azt mondták, hogy itt majd nagyjából 5000 tanár fel fog állni, aztán szevasz oktatási kormányzat, be fog dőlni az egész rendszer, be fog dőlni a Fidesz, meg fog bukni Orbán Viktor. Pontosan tudjuk, hogy hogyan jár a gondolkodásuk, hogyan jár az agyuk ilyen témával kapcsolatban. Megtalálta a piaci rést annak idején a 444.hu, és nagyon leleményes és kreatív módon létrehozták az úgynevezett távozó tanár számlálót. Bízva abban a hírben, híresztelésben, pletykában, nem tudom miben, hogy ez majd bőven 5000 fölött lesz, és össze fog szakadni az ország. A szülők dühösek lesznek, nem fogják tudni iskolába vinni a gyerekeket, nem fognak tudni emiatt a szülők dolgozni menni, és innentől kezdve, mint egy kártya vár, majd összeomlik a kormány. Ehhez képest ez a bizonyos távozó tanár számláló megállt 316 főnél. Abban biztosak legyünk, hogy ha ez valóságosan ennek a többszöröse lenne, akkor ez nem ilyen alacsony számnál állt volna meg. Úgyhogy ez a három témánk, mit gondolnak ezekről a témákról, de még mielőtt az első betelefonálónak megadom a lehetőséget, mit szólnak hozzá, hogyha a középső 2-es számú hírt egy picit jobban kifejtem önöknek. A Magyar Nemzet hasábjain találtam rá erre a hírre. A törvényeket megkerülve szervezte ki a több 100 millió forintos buszbizniszt a saját kampány fuvarosának, Márki-Zay Péter, a korrupciós esetet jogerős bírósági ítélet is kimondta. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló magyarországi törvényt és a vonatkozó Európai Uniós rendeletet is több ponton megsértette Márki-Zay Péter, a Márki-Zay Péter vezette Hódmezővásárhelyi önkormányzat, amikor 20-ban a Joványbusz Kft.-nek szervezte ki a helyi tömegközlekedést. Erről a polgármesternek már papírja is van, miután a szegedi törvényszék jogerős bírósági ítéletben kimondta a korrupció tényét. Márki-Zay a saját kampány fuvarosának játszotta ki az egyébként éves
szinten 100-150 milliós üzletet. A lap birtokába jutott dokumentum szerint a bíróság azt is kimondta, a polgármesternek nem volt jogalapja ahhoz, hogy így módon rúgja fel a Volánbusz ZRT állami társasággal kötött megállapodást a szolgáltatás ellátásáról. A bírósági pert 2020-ban indította a város által kiírt pályázatra jelentkező VIP Travel Kft. Azt sérelmezték, hogy jogsértés érte őket Márki-Zayék részéről akkor, amikor a Joványbusz Kft.-nek adták oda a munkát. Mint írják, a hivatalosan is megállapított korrupció sokba fog kerülni a vásárhelyi adófizetőknek, mert a jogerős döntéssel a zsebében a vállalkozás kártérítési eljárást indíthat a Hódmezővásárhelyi önkormányzattal szemben. Ez tehát a hír, pontosabban, mint ahogy egy kis rövid címben látható, és Jánosnak adjuk meg a szót, aki a mai Palaver és a Hét első betelefonálója. Jó napot kívánok! Szép jó napot kívánok! Kedves Krisztián, János vagyok, Kesszely mellől. Hát, nagy tisztelettel üdvözlöm Önt, az összes nézőt, hallgatót és betelefonálót. Hát, az első kérdésre válaszolva, Kubatov Gábor egy nagyszerű ember, ő benne bízni lehet, ő a Fradit is helyre tudta hozni, és helyre is fogja tudni hozni, meg fogják nyerni a bajnokságot, meg az európai bajnokságot is. A végén ő lesz a legjobb csapat, a Fradi idáig is ő volt, ezután is ő lesz. Hát merész kijelentés, de azért vannak még erős csapatok az Európai Konferencia Ligában, de irigylem az optimizmusát, és természetesen szerintem ilyenkor azok is szurkolnak a Fradinak, aki nem fradista, mert hát mégiscsak nemzetközi poronton magyar csapatért illő szurkolni. Hát megmondom őszintén, én a Fradinak drukkolok, illetve valamikor a DVSC-nek, mivel debreceni születésű vagyok, vagy voltam, már nem ott lakom, akkor valamikor a Lokinak drukkoltam, meg a Fradinak is, meg hát szóval összes szeretem a sportot is. A fiam csergáncsozott valamikor a csősz, nem tudom mond ez valamit, olimpiai bajnok lett Debrecenből. A fiam nem jutott odáig, országos versenyeken indult, ott nyert. Na de János, mihez kíván még hozzászólni? Szeretném a Márki-Zay féle Hódmezővásárhelyi embert. Hát ez egy botrányhős, ezt az embert le kéne mielőbb váltanunk. Hát mondjuk én nem érek odáig, hogy őt leváltsam, de az ottani Hódmezővásárhelyi embereknek el kéne takarítani onnan. Mert ez az ember tönkreteszi az egész megyét, illetve várost ottan, és hát most is ebben a szemetes problémába benne, azelőtt az öregek otthonába haltak meg az emberek, úgyhogy nem volt, aki ránézzen, 94 éves emberként, én sem vagyok már mai gyerek, úgyhogy jó lesne, hogyha rám néznének, én rám is, mondjuk nekem jó a családom, úgyhogy nincsen gondom ilyesmivel, de szóval mindenféleképpen el kéne zavarjuk ezt a degenerált porszívó ügynököt, aki Amerikából hazajött, azt hitte, hogy ő fogja megint megcsinálni a hülyeségeit. Úgyhogy remélem, hogy lesznek annyira felvilágosultak a hódmezővásárhelyiek, hogy többet nem fognak rászavazni. A harmadik kérdésre, bocsánat, már nem... A 444 elindított egy távozó tanár számlálót, és felsültek vele, mert 319 főnél állt. Hát sajnálattal kell közölnöm, hogy nekem is volt több tanárismerős, illetve rokonságomban is, Soprontól kezdve Hajdúböszörményig, és mindenki nagyszerűen végezte a dolgát, nyugdíjba mentek, és tanították a gyerekeket, de hát abban az időben még ugye minden tisztesség megvolt a gyerekekbe, sajnos mostan már az emberek teljesen megváltoztak, a szüleik is, mert hát ugye elsősorban a szülőknek kéne tanítani a gyerekeket, a tanároknak inkább az iskolába kéne kezelés alá venni a történelmet, meg amire szükségük van, meg amiből később majd szakmát, vagy továbbtanulásra
alkalmas dolgokat fognak maguknak elsajátítani. Úgyhogy itt ez a 444 meg a többi senki házi újságírók, illetve hát ezek nem is újságírók, csak tollforgatóknak, még annak se lehetne őket nevezni. Úgyhogy ezeket úgy szintén, mint a Márki-Zajt is csak el tudnám küldeni olyan helyre, hogy már nem akarok itt a tévébe olyat mondani. Úgyhogy hát ennyit akartam volna, kedves Krisztián. János, örömmel vettük, hogy keresett minket. Nagyon örültem, hogy találkozhattam önnel most első alkalommal. Úgyhogy remélem lesz még sok több. Sok ilyen alkalom, és többször fogunk egymással beszélni. Jó egészséget, tiszteltem. Önnek köszönöm is. Szépen, és üdvözlök mindenkit. Önnek is, és Icának adjuk meg a szót. Halló! Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm Önt és a hallgatókat is. Hát nekem ez egy nagyon nehéz nap ez a mai. Miért? Édesanyám ma 58 éve, hogy elhunyt, és erre emlékezem. De ezzel kapcsolatban is én eltérnék egy kicsit a témáktól. Ma 17 óra 30-kor lesz egyébként a Civil Akadémia, és erről szeretnék felolvasni valamit, ha megengedi. Parancsoljon. Szeptember 11-e van annak az évfordulója, amikor ifjabb Bush amerikai elnök a New York-i ikertornyok elleni támadás után nem sokkal úgy fogalmazott, mintha előre tudta volna gondolatjel, semmi sem lesz úgy, ahogyan korábban volt. Támadás a nemzetek, családok, a gyerekek és a kereszténység ellen. A napi történések és borzalmak láttán elfogytak a jelzőink, és sokszor már a türelmünk is. Vannak népek, emberek a világban, akik fenntartják maguknak a jogot, hogy meghatározzák, megszabják és kiköveteljék, hogy kiről mit gondoljunk, érezzünk és mondjunk. Jó lenne végleg megértenünk, mi magyarok megértetnünk, mi magyarok a keresztény hitünk alapján ítélünk, és a Jóisten akarata előtt hajolunk csak meg. Hát ez az előadás, ez lesz ma egyébként 17 óra 30-kor a Visi Imre utcában, a Polgárok házában, ahol Fritz Tamás, ifjabb Lobnici Zoltán, Csizmadia László és a moderátor pedig Szabó Anett. Én azt mondom, hogy aki még úgy gondolja és van, oda tud érni, induljon el, érdemes meghallgatni. Aztán, ami még egy nagyon érdekes dolog, engem nagyon szíven ütött ez a pár sor, és ezért is olvastam fel, de szoktam hallgatni vasárnaponként, közben a Kossuth Rádiót is hallgatom, vasárnaponként 8:30 szokott lenni a Járai Juditnak a jegyzete, és ő ott egy könyvbemutatót, ezt a könyvbemutatót egyébként szeptember 21-én csütörtökön 18 órakor tartják szintén a Polgárok házába, ezt is érdemes felkeresni, ezt már nem olvasom föl itt a tartalmat, a könyv címe az, hogy Elszállt a fehér madár, kérdőjel. Nagyon érdekesek a jegyzetei, és én nagyon válogatva szoktam műsorokat is nézni egyébként, attól függ, hogy ki beszél, szóval én ilyen válogatós vagyok. No, és amit még közérdekűként egy kicsit szeretnék mondani, hogy ugye Marokkóban volt a földrengés, ugye? Marrakesh közelében. Hogy a 13.58-at, azt aki csak tudja, hívja, hogy segíteni tudjunk, valamint a 13.53-at is, mert nagyon lényeges az, hogy mi magyarok ilyenek vagyunk, hogy mindenhol, ahol baj van, igyekszünk segíteni, és oda helybe visszük a segítséget, ahogy a Hungary Helps is, úgyhogy ezek nagyon fontos dolgok, és aki gyorsan ad, az kétszer ad, szokták mondani. A témákhoz hát csak annyit tudok mondani a tanárokhoz, hogy áldja, vigye, és Isten áldja azt a 316 embert, valószínűleg hála Istennek, hogy távoztak a tanári karból, és nem érzékenyítik talán tovább a gyermekeinket, ugye. Mert nem szeretném, hogyha azokat a kisgyerekeket akár óvodába, akár iskolába érzékenyítenék. A Márki-Zajhoz pedig csak annyit tudok mondani, hogy hát, hogy is mondjam, ebből az emberből csak ez néz ki,
Az, hogy tényleg, ahogy az előttem szóló is mondta, hogy hagyják ott azokba az idős otthonokba meghalni, a nyugodjanak békébe szegények, akikre nem néztek rá. Úgyhogy igen, sürgősen arrébb kell tenni ezt az embert, mert én azt hiszem, hogy nincs a helyén a normalitás gondolata a fejében. A Kubatov Gáborra pedig annyit, hogy igen, valóban ő egy nagyszerű ember, a sportot nagyon jó, én is Fradi szurkoló vagyok, nagyon jól igazgatja, de jól igazgatja a Fideszben is a tennivalóját, nagyon jól végzi, én szerintem. Hát kíváncsian várjuk a főpolgármester jelöltet, izgatottan várjuk. És biztos lehet benne, hogy bennünket, magyarokat nem lehet megzsarolni, nem lehet megfélemlíteni, nem lehet az, hogy is mondjam, csak ahogy mondtam a jó múltkor, a perimézin taktikával sem az ázsiónkat rombolni, tehát nem fog sikerülni senkinek sem tekintélyrombolás, és egyet vegyenek tudomásul. Mi magyarok. Tetszik, nem tetszik. Akik a Fideszre szavaztunk, nem vagyunk megvesztegethetőek. Nem vagyunk megvesztegethetőek. Kész. Ezt is vegyék tudomásul nyugodtan. Mi a hazánkért cselekszünk, a hazánkért, de ahogy a kormányunk a hazájáért küzd, a szuverenitásunkért, a versenyképességünkért, az érdekérvényesítő képességünkért. Tehát ott kell lennünk a helyszínen, és bennünket nem lehet megzsarolni, de megvesztegetni köszönjük sem. Köszönjük szépen. Köszönöm, hogy köszönjük szépen, Ica, hogy elmondta mindezt. Kezét csókolom. Jön az első kis szünetünk a 4 órási hírekkel, és utána várom vissza önöket a képernyők elé és a rádió készülékek elé. Folytatódik a 4 órási hírek után is a paláver, és akkor jönnek az SMS-ek is, a betelefonálások is, minden érkezik. Várom önök. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Paláver, a Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Paláver, a Hír TV interaktív műsora. A Szócsaták bajnokával. Lendulai Krisztiánnal. Folytatódik a Paláver a Hír Televízióban és a Hír FM Rádióban. Lentulai Krisztián vagyok, 061-799-2999, ezen hívhatnak minket a 0670-7953-as számon. SMS-t küldhetnek, és a Lentulai Krisztián beszél Facebookos profil komment mezőjébe az utolsó poszt alatt kommentet is írhatnak. Nézzük a nap kérdése. Hogyan áll most az ön szavazataik alapján? A baloldali 100 szó rendezvény meggyőzte önt az ellenzék kormányzó képességéről. Nem változott az állás, 3%-uk igennel, 97%-uk nemmel szavazott. A szavazást nagyjából 3/4-5-ig tehetik meg a 0630-3444-690-es telefonszámon. Ha nem találják kellően izgalmasnak a témákat, akkor felhívom a figyelmüket, hogy a stúdióba beszökött egy légy, úgyhogy ha esetleg itt a közelemben lesz, nem tudom ígérni önöknek, hogy nem zökkenek ki az adásból, vagy a saját magam gondolataiból, de hát csak nem járok úgy, mint Jeff Goldblum a 80-as évek klasszikus horrorfilmjében, a légyben. Ott éppen egy kisebb kalitkát zártak rá. Ez a stúdió valamivel nagyobb, de aggódom. Nézzük, hogy milyen SMS-ek érkeztek. Azt írja Józsika az agglomerációból, a következőkkel sokan egyetértenek, mások pedig nem. Nem szeretem az ilyen megállapításokat, kedves Józsika. Tudom, hogy jókat szokott nekünk Józsika írni az agglomerációból, de ez a többen mondják, meg sok emberrel beszéltem, tehát ezeket hagyjuk. Másnak is mondom, hogy ilyen érvelésekkel ne jöjjenek, mert amíg nem számláltak meg minden embert, de tényleg mindenkit, akkor az a vélemény arra vonatkozóan, hogy hányan vannak, az csak egy feltételezés. Kb. Egy hónapja mondta egy magyar klubtulajdonos, hogy a Fradi egy lelketlen légiósokból álló műmáját csapat, gondolom a Kubatov téma ihlette meg Józsikát.
Bármikor ott vagyok, és leszek Orbán miniszterelnökünk mellett, de elfogadhatatlan, hogy csak is négereket és arabokat hoznak a Fradiba manapság, szégyen és gyalázat Kubatov és Orosz Pali. Kedves Józsika, én most ezt szó szerint beolvastam. Nem értek Józsikával egyet. Furcsa, mert ugye magáznom kéne Józsikát, de a Józsika annyira adja a tegeződő stílust. Megpróbálom nem tegezni. Szóval ez nettó rasszizmus. És ilyen szempontból magam is, a tévé is elhatárolódik ettől. Az pedig, hogy a mai európai futballban, klubfutballban, remélem azért Négóval, Loik Négóval, a magyar válogatott jobb hátvédjével nincs hasonlóképpen bajod. Bár ebben nem vagyok biztos. Szóval a magyar klubfutball és az európai klubfutball rengeteg légióst alkalmaz. Ha ránézel a Real Madridra, a Barcelonára, a Manchester Unitedre, a Liverpoolra. Hát ott előbbi kettőnél nem nagyon találsz spanyolt, utóbbi kettőnél nem nagyon találsz angolt, mint ahogy a Fradiban, ami a magyar bajnokság élcsapata, kirakat csapata, rengeteg örömöt szerzett minden magyar szurkolónak a Fradi az elmúlt években, pusztán azzal a ténnyel, hogy nemzetközi kupában indul. Ez a valóság. Sok Ázsiából, Afrikából érkező játékos megfordul. Nem csak a Fradiban, Európában is. És az, hogy a Fradi, mint sikeres, sem működő klubmodell, a vezetői, a szakmai stáb úgy dönt, hogy jóval több külföldit alkalmaznak, és azon belül, Józsika, a te legnagyobb bánatodra színes bőrűeket is, az szerintem egy jól átgondolt stratégia. Az a helyzet, hogy valószínű, ha a te vágyálmaid szerint kifejezetten csak magyarokból állna a Fradi, mert én ebből az SMS-ből én ezt olvasom ki, kedves Józsika, akkor nem valószínű, hogy ezeket az eredményeket elérni a Fradi. Nem azért, mert rosszak a magyar labdarúgók, hanem ezen a szinten, mivel más magyar csapat is szeret magyarokat alkalmazni, nem lehet a teljes magyar válogatottat megvenni a Fradinak, ezt ugye te sem gondolod komolyan. És ami pénzből pedig gazdálkodnak, mondom még egyszer, szakmai döntések alapján ezeket az embereket veszik meg. És még egyszer azt mondom, ez az SMS nettó rasszizmus. Tehát én sejtem, hogy kompenzálni akartad, Józsika, az SMS-edet azzal, hogy te Orbán Viktor lelkes rajongója vagy, de ebben az esetben szerintem teljesen felesleges volt ez a kompenzációs kísérlet. Nem értek veled egyet, és szerintem a többség nem ért veled egyet. Nem vagyok fradista, tehát ilyen szempontból nem tudok hitelesen gondolkozni, de nem fradistaként adtam meg a válaszomat, hanem normálisan gondolkozó kultúremberként. Most pedig megadom a szót egy András nevű műsor hallgatónak, és egy kis felvezetőt igényel ez a telefonálás. András, amikor én vagyok műsorban, akkor biztosan állíthatom, hogy minden műsorban küld egy SMS nekem különböző témákkal kapcsolatban, és mindig felhívja a figyelmemet arra, hogy ő a Déli Frontról jelentkezik, és sürgősen kell őt bekapcsolni. És kicsit nekem mindig erőszakosnak tűnt a hangneme Andrásnak, most itt lesz a lehetőség, hogy megszólaljon, és el tudjuk dönteni önök is, és én is, hogy Andrással kapcsolatban mit gondoljunk. András, remélem örül, hogy most azt a szerkesztői döntést hoztuk, hogy a sok-sok SMS után adásba kapcsoljuk, halljuk, mik azok a fontos dolgok, amiket a Déli Frontról velünk megkíván osztani. András van a vonalban. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Elnézést kérek, András vagyok, és nagyon régóta szeretnék bekerülni a műsorba valóban. Azt ajánlom, hogy legyet minden arab csapja, mert szemtelenkedik. Most egyelőre szerintem valahol nyugton van. Nyugton van, igen. Következő kérdésem, itt egy KFT-nek dolgozunk itt a határ mellett, és járunk a tanyákat, hogy milyen károkat okoztak a migránsok, illetve igen, a mezőidőjárás. Van benne földmérő, van benne mezőgazdás, és különböző szakmától. Nem igen, engem fiatalok, 70-valány évesek vagyunk, de erőteljesek vagyunk. És a múltkor az történt, hogy a Baja meg Szeged között egy községben bementünk egy kávéra. Uh-huh. És nézem én, hogy ott ül 4-5 fiatal, hát a 20-25 éves, 30 éves gyerekek, beöltözve a munkaruhába, és hát nagyon furcsán nézett az egyik rám. Tudtam, hogy már balhé lesz, megéreztem, mert tulajdonképpen előjáték, valamikor fociztam első osztályba, és a fociról majd külön mondok valamit, láttam, hogy itt valami balhé lesz. Mondtam Sanyi bácsinak, ő a legnagyobb ember volt. Hát a mögött, hogy gyere, Sanyi bátyám, egy balhé lesz, megéreztem.
erre feláll a gyerek, és mondja, hogy na itt jönnek a rohadt vén szemét gazemberek, akik Orbánra szavaztak, és nekünk azért rossz. És néztünk, amint a moziba, nézek a tulajdonra, tulajdonosra azt mondja, nem baj, felveszi a kamera. Mondom, jól öreg, mondom, figyelj, nézze, mondom, ne haragudjon, fiatalember maga, a legnagyobb közjogi méltóságot szidja, tisztában nevele. Akkor is így meg elkezdte megint, és akkor odajött hozzám, meg kellett rángatni. Na most én 72 éves vagyok, hát elég erős vagyok, de a lábam el volt szakadva a szalag térdemen. Hát mondtam, hogy vészhelyzet van, Sanyi bácsi közbelépett, megfogta a gyereket, lenyomta a széket. Tehát mindazokat felhívom a figyelmet, akik idősek, és ilyet tapasztalnak, hogy a fiatalok kikezdik. Ez történt az ország bármelyik részén, és akkor végül legyömöszöltük őket, és akkor mondta a srác, hogy hívja a rendőrséget a tulajdonos. Mondom, ne hívjad, mert nem tudok mit mondani, mit mondjunk erre. Rendőrség van éppen dolga a határon. Tehát ez megtörtént, és rosszul esett nekünk. És hát mi szerencsére, hogy rászoktam Sanyi bácsi, mert lehet, hogy nagyon megvette volna őket. Na de most ez a sztori még mindig nem a határól szóló ultrafontos dolog. Hát, ez egy személyes történet. Mi az, amit el akar nekünk mondani, ami mindenképpen egy közügy, úgy érzi? Hát nézd, a szokásos határokon kívül nem tudok mit mondani. Itt félnek az emberek, lövöldöznek már. Itt nem mennek átmenni, kézigránátok robbannak. Önök mezőőr státuszban, vagy polgárőr státuszban? Nem, ez egy ilyen megbízás, hogy a határokozott károknak a részeit beadjuk az önkormányzatoknak. Értem. Ez egy fontos dolog, mert... De, és akkor ezek szerint munkakapcsolatban vannak az önkormányzattal és a rendőrséggel igen. is? Igen. Na most a rendőrségre ugye nem bántjuk őket, mert van épp elég dolguk van, tehát mi nem fordultunk, ezt megoldottuk a mi dolgunkat, ezt megoldottuk. Uh-huh. Tehát lövöldöznek, az emberek félnek, mert bejönnek a migránsok, és bemennek a tanyára. És általában vizet kérnek, mert valahogy megoldják a étkezést. Leteszik a kocsikat, ott hagyják, és elmennek. Érdekes eset volt egyik héten, a kerékpárkat lopták el, hogy menjenek tovább befele arra, Halasfele. Hát András, mi a önnek és társainak mi a tapasztalata az embercsempészekkel kapcsolatban? Hát nézze, itt minden nap mennek el a migráns buszszállítók, úgy nézik, hogy környezet turista buszok, be vannak a rabokhoz a téve, hát katasztrófa. Nem találkoztunk velük, mert ők ravaszok, tehát nem mondják itt, hogy kik. De lehet, hogy vannak kapcsolatok, rendszerek, tehát itt folyik egy ilyen munka is, hogy kik azok, akik áthúzzák őket. Azon gondolkoztam, hogyha most a tanyavilágban megjelennek ezek az emberek csoportosan, és csak vizet kérnek, már az önmagában is elég ijesztő tud lenni, ha ez egy hát váratlan pillanatban. Hát a kutyák vannak, igen. Főszereplőké váltak a kutyák, a kutya van ott nagyjából félnek az migránsok, de általában az a tapasztalatom, hogy az emberek sajnálják őket, tehát adnak nekik vizet, és félnek. Tehát még az nem történt, hogy valakit megverjenek. Egyik kis hiba mondta egyik kislány, hogy bement a nagymamája szobájába, ahol jött a nagymama, és kívülről meg szaladgáltak be a migránsok. A rendőrség világított, katasztrofális dolgot ért át a kislány, be is kellett menni a kórházba. Én azért szoktam, tudja András mondani, amikor ez a téma előkerül, nem mindig jut nekem sem eszembe, hogy ezt a dolgot megosszam a nézőinkkel. De például, amikor Bakondi György rendszeresen bejár a Hírtelevízió napi aktuális című műsorába, és beszámol a statisztikákról, hogy hány embert kaptak el, hogy hány embert tartóztattak fel, hogy milyen bűncselekmények történnek. Ugye, aki kicsit északabbra van, pláne aki itt van a fővárosban, Budapesten, talán azok már oda se figyelnek ezekre a számsorokra. Talán már oda sem figyelünk a biztonságos kényelemből ezekre a dolgokra. De akik a határmenti településen, pláne falvakban, községekben vagy tanyavilágban élnek, hát mi azt innen el sem tudjuk képzelni, hogy milyen éjszakáik lehetnek, hogyha arról van szó. Hát egy kutyaugatás föl tudja verni úgy az éjszakát. Nekem konkrétan van ismerősöm Ásotthalom környékéről, meg Mórahalom környékéről is, és ő is ugyanezekről a dolgokról számol be. És tényleg az, hogy kutya legyen, az most már egy ilyen, nem is tudom, nem csak kedvtelésből tartanak már az emberek kutyát, hanem egyszerűen a több funkciója miatt. Igen, én egyszer bekerültem most nemrég a klinikára, a szalagom miatt, a lábtérdem miatt, és bent volt két még, képzelj el, egy 65 éves két embert, és ott feküdtek, leugrottak a kerít, felmászok a kerít, és leugrottak, eltört a lábuk, össze-vissza tört. És két kínai orvos
segített őket, és itt voltak Székesfehérváron. Bocsánat, most nem tiszta, ők magyarok voltak, akik ezt a sérülést szenvedték? Nem, jó. Onnan jöttek valahonnan Ázsiából. Aha. Miközben, mi nem is tudom, milyen szigetről jöttek át, és hogy jöttek a rendőrök, ide voltak vezényelve több ország részről, és mondták, hogy nem is gondolták, hogy itt ilyenkora baj van. Ők hozták be, szerencsétek két embert. Aha. El volt törve a lábuk össze-vissza, és közben levették a tipőjét, és nem volt rajta lábúj. És akkor megmondta az orvos, hogy valami törzsi szokás szerint levágták a lábujjait, mert valamit törzsnek elkövetett, valami lopást, vagy nem tudom. Uh-huh. Ilyenek történnek Szegeden, és akkor hát ez az egyik része. A másik része, én azért hívtam fel a figyelmet idősebbekre, mert Szegeden is tapasztaltam ezt, hogy van egy idős iránti gyűlölet, fiatalok. Uh-huh. Beszólnak. Következő volt, én fociztam, egy csapatban volt két vagy három egyetemista, és mondtam nekik, hogy vitassuk meg normálisan, mert ismertem őket, hogy mi az, amit ők kifogásolnak. Hát mondták a szegénységet, meg egy-két dolgot, és akkor mi elkezdtük mondani, hogy tulajdonképpen mi a szegénység hogyan alakul ki. Tehát itt mondják, sokan nincs rá pénz, mert Orbán elveszi, de hát uraim, mondom, nem dicsőség a szegénység, de hogy lehet valaki szegény? Ugye elvégzi az középiskolát, normális ember, normális családba, elmegy főiskolára, egyetemre, vállalkozó lesz, és van pénze. Na, úgyhogy nem akarok elmondani, hogy miket képzelnek itt a vállalkozásokról, de egyszerűen nem értem meg, hogy megkérdez egy diákgyerek, hogy miért szegény az a szegény, aki 60 éves korában nem tud megélni a nyugdíjából. Mert hál' Istennek a mi körünkbe, most ezt ki kell mondani, lehet, hogy engem most sokan leköpnek, vagy valami, de ki kell mondanom, hogy bizony a szegény az maga is tehet róla. Igen, ez ilyen tabusítva van, hogy erről nehezen beszélünk, de való igaz, hogy van igazság az ön mondandójában, persze, csak az ember inkább elsősorban a sajnálatot érzi, de biztos, hogy van olyan ember, aki menthetetlen ebben a dologban. Hát igen, nem tett róla, mert nem úgy. Viszont András, elszaladt az időnk, és jó, köszönöm, hogy beszéltünk. Én hadd hívjam fel a figyelmét arra, hogyha a munkája során ön és társai, amikor dolgoznak ott a határkörnyékén, és valami olyan bejelenteni valója van, ami nagyobb érdeklődésre számot tart, akkor én megkérem önt, hogy ezt jelezze ugyanígy egy SMS-ben, írja mellé oda, hadd kérjem meg önt, hogy néhány szóban írja le, hogy pontosan mi történt. Tehát az, hogy most minden nap ír, és általánosságokat, az is rendben van, de talán izgalmasabb lenne, hogyha valami konkrét olyan eset történik, akkor legyen a szemünk és fülünk, és adjon erről számot. Azért a magának, mert ugye a konzervatív ember, ha valakit megkedvel, legyen az riporter, orvos, a szükségesen beszél vele. És én azért vártam ki, mert a szegény Zsoltot is sírtam, hogy lehet, hogy megsértődött, de hogy az ember, aki egyszer beszél, és elfogadja, újságíró diplomám is megvan. Tehát így tudom ezt a dolgot, és azért ragaszkodtam önhöz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Írja le majd mindig SMS-ben pontosan, hogy mi lenne az, és akkor keresni fogjuk. Oké. Okay. Viszont hallásra. Azt gondolom, hogy érdemes kihasználni, hogyha valaki a déli határ környékén ilyesmivel foglalkozik. Tényleg bele tudunk kényelmesedni itt a fővárosban, és éjszakabbra a déli határtól számítva ebbe a helyzetbe. A tévé elbúcsúzik. Jövünk majd. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Palaver. A Hír TV interaktív műsora. A szócsaták bajnokával. Lendulai Krisztiánnal. Itt is vagyunk a televízióban, ezt a rádióhallgatóknak mondtam, akik nem tartottak szünetet a tévénézőkkel ellentétben, és folytatódik természetesen a palaver. Jánosnak adjuk meg a szót. Halló! Halló, jó napot kívánok! Üdvözlöm a palaver hallgatóit, és önt is. Hát kérem szépen itt a Kubatov Gábornak a ajánlatához szeretnék elsősorban hozzászólni. Ide egy városvezetéshez, egy város üzemeltetéshez, mert ez nem szociális munka, ez nem csak jogi munka, itt komoly műszaki feladatok vannak. Ide egy műszaki ember kell, és vértezze magát körül hozzáértő jogászokkal, szociológusokkal, akik kellenek még.
Ez az egyik legfontosabb. Azon kívül haragszom a Kubatov Gáborra, hogy a Máté edzőt elküldték. Uh-huh. Pedig, hát ez nagyon, nekem nagyon szimpatikus volt, és sikerre vitte a csapatot. No, menjünk tovább. Hát a Márki-Zajról én nem mondok semmit. Én ezt egy link, ócska embernek tartottam, és tartom most is. Hazudozik össze-vissza, a szavára semmit nem lehet adni. Ma ezt mond holnap az ellenkezőjét. A legfontosabb, amit szeretnék mondani, önnek megírtam már egyszer a Krisztián beszél, vagy igen. A címe az ön oldalának. Igen. Az osztályzásról. Ezt sokan nem tudják, mert nem annyi idősek, mint én, hogy 1949-ben, mikor a Rákosi magához ragadta a teljes hatalmat, akkor még az iskolákban, általános iskolában a hetes volt a legjobb, legmagasabb osztályzat. Mire végeztem, addigra 1950 lett, és az 50-es tanév már ötössel kezdődött. De akkor kezdődött az 5 éves terv is. És akkor már mindenhol ötágú vörös csillag volt, és ezt azóta is őrizzük, és egyetlen egy pedagógusnak sem jutott eszébe, hogy ez az ötös osztályzat az ötös, 5 éves tervből, ötágú csillagból született. Értem a szimbólumok közti keresgélést, és hogy ön erre akadt rá. Az égvilágon semmilyen indokot nem tudnék arra mondani, hogy most emiatt a hasonlóság miatt módosítani kéne ezt az ötös skálát. Én ebben nem értek egyet önnel. Tehát ez szerintem próbálok finom szót használni, mert az első, ami eszembe jutott, az lehet, hogy sértő lett volna, de ez minimum kákáncsomót keres, és hát ha most itt megkérdeznénk bárkit ebben a műsorban, hogy van-e bármi problémája azzal, hogy nem 7-ig van skálázva az érdemjegy az iskolában, hanem 5-ig, senkit nem zavarna magánkívül. Nem zavar, egyáltalán nem zavar. Hát így nőttem fel, így végeztem az iskoláimat, hogy 5-ös osztályzatokat kaptam. Nem ez a gond, hanem az a gond, nagyon röviden mesélem el. Bécsből jöttem haza egyszer vonattal. Mellettem ült egy hasonló korú úr a kislányával. A kislánya is iskolás lehetett, ez régen történt. Akkor még az én kislányaim is iskolások voltak. És beszélgettünk, hogy tanulnak a gyerekek, stb. Hát mondom a úrnak, hogy hát 5-ös tanul a gyerekem. A kislány odasúgja az apjának, de apu, és ez a bácsi erre még büszke is? Tudnék, ők Németországból jöttek. Kivándorolt magyarok voltak. És ott fordítva van. És ugye Németországban nem az 5-ös volt a legszebb, vagy a legjobb osztályzat. És a gyerek nem tudta, hogy Magyarországon az 5-ös számít jó osztályzatnak. Tehát valószínű, hogy nem sok ország van a világban, ahol az 5-ös a legjobb osztályzat, nem az 1-es. Ugye, mert van az eminens szó, ami azt jelenti, hogy ő az első, ő a legjobb. Van a prima balerina, ő a legjobb balerina. Mi még ragaszkodunk még mindig az 5-öshöz. No, csak ennyit akartam mondani, és lenne még egy megjegyzésem, hogy a Budaörsi úti Petőfi laktanyát átkeresztelték Mária Terézia laktanyára. Miért? Nem tudom. Hát igen, én se. Azt tudom, hogy a Mária Teréziának volt egy aranyköpése a magyarokkal kapcsolatban, hogy csak azt a bárányt lehet megnyírni, amelyiket etetjük, hogy jó bundája legyen. Köszönjük szépen, János. Pozitívuma van.
Igyekszünk gondolkodni az ön által elmondottakon. Én azt gondolom, hogy... Köszönöm, hogy meghallgatta. Aki úgy érzi, viszont hallásra, aki úgy érzi, írja meg SMS-ben, vagy kommentben, hogy óriási problémája van-e az, hogy 1-től 5-ig osztályozzák a gyerekeket. Most már nagyon régóta zavarja ez önöket, és vissza akarják állítani az azt megelőző 7-ig való skálázást. Mást szeretnék elmondani önöknek, ígérem, megpróbálom rövidre fogni. Minden tisztelettel és barátsággal, jó indulattal mondom, és valószínű azért mondom ezt a felvezetőt hozzá, mert pontosan tudom, hogy Jánosnak biztos nem fog jól esni, és azoknak sem, akik örömmel hallgatták János történetmesélését. Ez egy aktuális politikai, közéleti történésekkel foglalkozó műsor. Nem véletlenül van minden egyes nap. Nem havonta, nem hetente jelentkezünk. Ezért minden nap frissek a témák. Hálásak vagyunk, hogyha a témákhoz szólnak hozzá, vagy ha a témáktól eltérnek, lehet olyan is, akkor az tényleg valami közérdeklődésre számot tartó, szintén aktuális dolog. Azért, mert ez egy napi műsor. Ez fontos. Én azt gondolom, hogy az én helyzetemet is nehezítik műsorvezetőként, a kollégáim helyzetét is nehezítik a vezérlőben, és azokét a televízió nézőkét és rádióhallgatókét is nehezítik, azok a betelefonálók, akik terjengősen valami régi személyes történetet elmesélve jutnak be adásba, illetve bejutnak adásba, és használják ki erre a drága műsoridőt. Most ezt a drága műsoridőt én is pazarlom, igen, majd meg fogom kapni önöktől, hogy én pedig szétbeszélem ezt a részét. De azt gondolom, hogy ha ezt 2 percben elmondom, és úgy tűnik havonta egyszer ilyesmiről kell beszélnünk, akkor remélem egyre többen megértik. Sokkal több olyan hozzászólást szoktunk kapni, hogy érdektelen az a történet, amit valaki mesél, és ennél fontosabb, aktuálisabb dolgokról, közügyekről kéne értekeznünk. Úgyhogy még egyszer mondom, tisztelettel és elnézést kérve Jánostól, ez a történet az osztályzásról egyáltalán nem ebbe a műsorba való, és szerintem kockáztattuk az adás izgalmának, és hogy mondjam, érdeklődésre számot tartásának esélyét és annak szintjét jócskán. Megadjuk a szót Gyulának, ő van a vonalban. Halló, kedves Gyula! Én tiszteltem, Krisztián. Hát igen, igaza van, hogy nem avval kell foglalkozni, ami régen volt, hanem azzal kell foglalkozni a mai fiatalokat. Akkor foglalkozzunk a régi dolgokkal, ha annak valami konkrét logikai összefüggése van, vagy tanulsága van a mára nézve. Én ezt gondolom. Én is tudnák mondani, mert én sem vagyok már fiatal, de azért mégis azt mondom, hogy azért 25 évet dolgoztam Budapesten, mint utasellátós. Hát a vonaton dolgoztam, de azért a délibe voltam nagyon sokat. És azt akarom mondani ezzel az egésszel, hogy az emberek, akikkel én utaztam, azok karcsikának, mondja a feleség, hogy milyen jó a karigeri. Hoppá. Ne haragudj. Hát már ő való oda, mint polgármester Budapest élére. Hát most ne haragudjan, én mondom neki, hogy hát ilyen nincs a világon, hogy tudsz ennek lenni. Egy olyan tanult nő, az én kollégámnak a felesége egy tanult nő, és ő dicséri a karigerit, hogy ez való oda a város élére. Na most, hát akkor... Sokan szeretik, hát ugye ezért ez egy kiki meccs lesz ősszel, jövő ősszel. Sokan igen, szeretik karigerit. Igen. Most lesz a 80 éves a kollégám, és egy Füreden lesz egy 16 fős találkozó, ahol hát a feleség nem lesz ott, mert csak fiúk leszünk. Most képzelje, hogy biztos szóba fogod kerülni, mert vannak budapestiek, vidékiek is, és együtt vagyunk ottan egy csomó olyan, és biztos szóba fog ez kerülni, ez a polgármester dolog, ami nekem nem tetszik, mert miért tetszene most? Az, hogy amit művelesz, hogy nincs neki egy jogosítványa, és akkor ő akar ottan dirigálni, és azt sem tudja, hogy most melyik lenne a jó, vagy az lenne a jó, lezárja az utakat, én nem járok. Megmondom őszintén, a feleségem jár föl Pestre a szemklinikára, és nem viszem fel
autóval, mert nem lehet az Üllői útnál közlekedni. És épp ezért inkább ő megy vonatta, meg villamosa, és akkor leszáll is azzal, mert én nem megyek be a városba. Megértem. Pedig ha hiszi, ha nem, avval jártam a 70-es évek után, volt egy zsigulim, és azzal jártam dolgozni, nem Székesfehérváron, mert itt lakom. Avval jártam. Ma már nem megyek be, megmondom őszintén. Pedig ismerem Budapestet, tudom, hogy hogy kell átmenni a nyugatiba, a nyugatiba hogy lehet átmenni a keletiből hogy lehetett átmenni a délibe, de nem megyek be, mert ezeket, amit hall az ember, ez egy borzalom, ez a közlekedés. Hát most gondolja, hogy mennyit fogyaszt egy autó, mikor araszóval megy. Hát többet fogyaszt az autó, nem? Mint hát ti megyek 120-ra az autópályán. Én nekem emlékszem rá, korábban manuális váltós autóm volt, most automata váltós az autóm, soha nem akartam automata váltós autót, és aztán éveken keresztül, amikor a rakparton 1-es, 2-es üres, 1-es, 2-es, 3-as üres, a bal vádlim az begörcsölt, és az autó, minden olyan autónak, ami szerintem manuális váltó, sokkal hamarabb megy tönkre a kuplungja emiatt. Tehát ez kinyírja az autót is, és akkor még nem beszéltünk a légszennyezettségről. Így van. És ez a legfontosabb, a légszennyezés. Ezt higgyel nekem, Krisztián, enni a világon rosszabb légszennyezés nincs, mikor araszóval mennek az autók, és füstöl minden. Ez így van. És én azt mondom, hogy igenis, figyeljen oda Budapest, és próbáljon meg olyan embert oda az élre térni, aki ért is a város vezetéshez, és nem csak az, hogy megmutatja, hogy az embereknek leigázza az embereket, és egyáltalán nem akar foglalkozni semmivel, csak az ő elképzelése, hülyeségei legyen. Nekem ez a vélemény. Kubatov Gábor ebben a hosszú indexes interjúban nem csak ezt állította, amit én ide kiírtam a képernyőre, hanem azt is mondta, hogy Demszki kevesebbet ártott Budapestnek, mint Karácsony. Igen, azért igen, ez egy erős kijelentés. Hát, igen, pedig hát az se volt valami nagy. Bizony. De... ja. Na, egy másik. Én nem szeretnék foglalkozni a Márkival, mert igen, szerintem az ott van lenn, és amilyen hazajött, mint ahogy hallottam már itt, hazajött, mint egy kefetolvaj, vagy mi volt az? Kefélőt árult, vagy mit árult? Nem foglalkozok vele, nem is érdekel. Nem tudom, hogy választotta meg magát, hogy lett polgármestre, hogy tudta így befolyásolni az emberek, ez az ő dolog. Remélem, hogy majd oda tesz neki, aki oda való. A másik, harmadik kérdés, mert hát a kérdéssel akarok foglalkozni, hogy ez, hogy bejelentették, hogy itten majd a tanárok mind kidépnek, nem fognak tanítani. Hát ne haragudjon, de nekem most is van egy unokám, aki második házasságú fiamnál, most ment elsőbe. Hát olyan iskolába, itt Fehérváron, keresztény iskolába iratták be. És szeret járni, most van itt pont, hogy jött, mert a menyem az megy vissza, mi ez, na, órára. Na, az iskolában megy vissza, a gyerek meg itt van nálam. És a gyerek mesél, örömmel mesél, hogy milyen jó tanárnéni van, milyen jó tudnak ebédelni a gyerekek. Tehát örömmel jár iskolába. És nem is értem ezt, hogy mondhat ilyent a Gyurcsány Társaság, hogy itten majd aztán vége lesz az iskolának, minden tanár ott fogja hagyni. Ez nem igaz. Azért mondom, hogy ez egy nagy blamás nekik, hogy megállt 316 főnél a számláló. Hát hogy a fenében? Miért a Gyurcsány mennyit rugott ki? Hát ki emlékszik már? Meg bezárt az iskolákat. Hát most igen, arra ugyan, Krisztián. Akkor miről beszélünk? Most meg 315 megáll, akik hát lehet, hogy ott tünciszkéznek, nem? Hát most már reméljük, hogy nem. Most már dolog van. Reméljük. Köszönjük szépen, Gyula, hogy itt volt velünk, és elmondta a gondolatait. Csak mindig a izéhoz szólok hozzá, nem szeretek elmenni, amit ön feltett. Köszönöm szépen. Nézzen, hallgasson minket a jövőben is. Viszontlátásra. Most pedig kedvezve azoknak a nézőknek, akik esetleg
folyamatosan hallgatták ugyan a palávert, de mondjuk más műsor nem érdekelte őket, és amikor a műsor ezen szakaszában kapcsolni szoktuk a radaros kollégákat, hát most egy újítás történt a paláver életében, ugyanis képpel és hanggal fogjuk kapcsolni a mai radarral készülő Budai Ivettet. Így megtudhatják, kedves Ivett, a nézőink, hallgatóink is, hogy milyen csinos kolléganőink vannak itt a Hír TV-ben. Úgyhogy neked adjuk meg a szót. Szervusz, Krisztián, köszöntöm a nézőket is, és azt is megtudhatják, hogy mivel foglalkozunk a mai adásunkban. Például téma lesz a Marokkóban történt földrengés, péntek éjjel ugyanis a Richter skála szerinti 6,2-es földrengést mértek az afrikai országban, és hát sajnos nagy része romokban, a mentőcsapatok pedig heroikus küzdelemmel keresik a túlélőket, és egy intenzív osztályi orvosi eszközt is zsákokba tömörítve a magyar barlangi mentők csapata ért le először az 1040 méter mélyen fekvő bajba jutott barlangászhoz, a csapathoz tartozó orvos pedig azonnal vértranszfúziót hajtott végre éves amerikai férfin, ezzel is foglalkozunk a mai radarban, és sokan várják minden évben őszelején a szarvasbőgés időszakát, ugyanis ilyenkor egy különleges állati kommunikációnak lehetünk fültanúi, ám az utakon is nagyon vigyázni kell az erdő melletti településeken. Úgyhogy ez is lesz ma, és újjászületett Ikarusz buszok várják a látogatókat a Közlekedési Múzeumban. Három járművet is restauráltak, ezeket is megmutatjuk. És a fizioterápia világnapja van, ezen a napon igyekeznek felhívni a figyelmet a fontosságára, és ezzel kapcsolatban egy programsorozat is kezdetét vette, hogy milyen programokkal készültek, az kiderül az adásunkból. És a végére még egy téma, egy szívemnek nagyon kedves rendezvényen is ott járt a stábunk, ami nem más, mint a Szolnoki Gulyás Fesztivál. Egész gyerekkoromban jártam a szüleimmel, és idén is ott voltam, úgyhogy megmutatjuk, hogy idén milyen volt ez a rendezvény. Köszönjük, Ivett, és jó munkát kívánunk nektek. Köszönjük szépen. A kollégák mindig irigykednek olyankor, ha a valamelyik stáb a tévétől olyan helyre megy, ahol ilyen finomakat tudnak enni, mi pedig itt senyvedünk a stúdióban, de hát egyefene, jó munkát. Ez a minimum. Köszönjük szépen, Ivett, és köszönjük jó munkát szépen nektek a műsorhoz. Nézzük, hogy hogyan alakult a nap kérdése a mai műsorunkban. Változott, hát ha nem is sokat, de valamennyit változott. A baloldali 100 szó rendezvény meggyőzte önt az ellenzék kormányzó képességéről. Ugye mi ez a 100 szó rendezvény, ezt egyszer sem mondtam el. Farkasházi Tivadarék annak idején Szárszón kultikus rendezvényeket tartottak, és megjelent a balliberális értelmiség apraja, nagyja és a politikusok is. Aztán ez megszűnt, és most nem Szárszó, hanem 100 szó néven Újhelyi István kezdeményezésére elindult egy valami hasonló. Megoszlanak a vélemények, mennyire volt ez az egész sikeres, de a lényeg, hogy 2%-a gondolja úgy a szavazóinknak, hogy ez neki megváltoztatta a kormányzó képességéről alkotott véleményét az ellenzéknek, és 98%-uk pedig azt a választotta, hogy nem. Most pedig eljött az idő, hogy elbúcsúzzunk lassan a Hír Televízió nézőitől. Talán még egy SMS-re futja. Azt írja, a főváros élére urbanisztikus, műszaki szakember kell. Érdekes lehet, hogy ki az a 8 ember. Piroska teszi fel ezt a kérdést, hiszen Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke 8 főben jelezte azt az ember mennyiséget, akiket ő alkalmasnak és megfelelőnek lát Karácsony Gergely későbbi kihívójának. Ezzel az SMS-sel zárjuk a televíziós szekciót. Elbúcsúzunk tehát a Hír TV nézőitől. Még ebben a kis rövid szakaszban az 5 órás hírekig a rádió készülékeken még egy picit tudjuk folytatni egy telefonáló erejéig, és aztán az 5 órási hírek után már csak a Hír FM-en folytatódik a paláver. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! Dühös. Falhoz vágna valaki. Vagy csak egyszerűen kíváncsi. Ne fogja vissza magát. Paláver, a Hír TV interaktív műsora, a szócsaták bajnokával.